Kalota Szeged egyik legjellegzetesebb magyar tájegység. A fatornyos templomai annyira hozzátartoznak az erdélyi képünkhöz, hogy anélkül talán egészen más lenne. És hogy miért van ez így, illetve hogyan varázsolta el Adit, Kodályt, Bartókot, Kós Károlyt, Hékeli Zoltánt, ez fog kiderülni a következő három alkalommal. Most először magyar balkon vagyunk, mert állítólag itt áll a legszebb fekvésű magyar református templom. És nem csak Kalota Szeged bűvölő, de a templomépítészet szempontjából is az egyik legegységesebb, fehérre meszelt, valamiért nagyon ismerős templomok, faerkéllyel és a meredek, fazsindelyes templomtornyok, körül fiatornyok, erőd falak, ezek örökre az emlékezetbe vésődnek. A templomok többségében református templomok, és szinte kivétel nélkül középkori építésűek, tehát egyben gótikus stílusú műemlékek is. És akkor magyar valkóval, ahol Nagyvárad és Kolozsvár között vagyunk, félúton Bánfi Hunyadhoz közel, és távoli hegyek lábánál. A táj az dimbes, dombos, teraszos, és a pártás lányok, meg a legényes táncoló fiúk már csak régi képeken léteznek, a falut pedig a dombtetőn lévő erődtemplom látványa uralja. A magyar valkói református templom eredetileg románkori épület volt. Nem román, hanem románkori, azaz kora középkori, erre is sok komment felhívja a figyelmet, hogy tegyünk különbséget, és Erdélyben vagyunk. A 13. századig megyünk vissza, amikor ferences rendi barátok építették 1261-ben. Először csak egy kis kápolnát, aztán 1452-ben bővítették ki a gótikus stílusú támpillére szentéllyel. Az akkori átalakítás a Valkai család nevéhez köthető, ennek az évszámát a szentély egyik támpillérében olvashatjuk, és beljebb megvan a család címere is egy befalazott kőtábla formájában. Újabb fázis, amikor a szentélyhez 1550-ben építették hozzá az először zömök tornyot, aminek fazsindelyes fiatornyos sisakja 1774-ben készült el, ettől olyan jellegzetesen kalotaszegi vagy erdélyi az alakja. Közben a gótikus templomokba erre korán beköltözött a reformáció. Magyar Valkó 1582-ben tért át, a templom a református eklézsia tulajdonába került. Ez a templom kitakarítását is magával hozta, ezért nincsenek lényegében freskók. Ennek ellenére azért ma is előbukkan ez az, és a kibővített, átalakított, felújított templom is jól láthatók a gótika nyomai, például a gótikus boltozat vagy a szentély részei, és minden vasárnap még változatlanul használja a helyi gyülekezet, kevesen, de lelkesen. Néprajzkutatók szerint Kalotaszegnek van a legkifinomultabb népművészete a magyar lakta területek között. A tájegység akkor vált ismerté, amikor kiépült az első Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal, Európa szerte pedig feltámadt az érdeklődés a paraszti kultúra iránt. Kalotaszeg az alföldi Matyhófölddel egy időben lett sláger. És akkor Kós Károly és Valkó. Kós Károly már diákkorában is körbe biciklizte Kalotaszeget, vázlatkönyveket rajzolt tele a különböző falusi házakkal, templomokkal. Többek között például a Valkói templomtorony szolgált állítólag előképéül az állatkerti madárház tornyának. Ezek a meredekesésű zsindejtetők, a fiatornyok, a református templomoknak a tipikus tornyai, ezek Magyarországon számtalan helyen köszönnek vissza. Magyar Valkóról például azt állapította meg, hogy ez a kalotaszegi zsindelykészítés egyik központja, és az ilyen zsindelyes tetők elterjesztésében is élen jár. És miért? Mert Kalotaszegen sem a tégla, sem a cserépgyártás nem honosodott meg, ennek okát a kalotaszegi agyag nagy mészkő tartalmában kell keresni. Ezért Kalotaszeg hagyományos népi építészetére nem jellemző a téglaépület és a cseréptetőhéjazat. A ma még fellelhető néhány hagyományos lakóház, valamint a falu ékessége a templom, a templomot körülvevő kettős kőkerítés mind zsindelyhéjazatú.
kis előtornác, négy fiatornyos torony, és ezek a kékre festett padok a fehérre meszelt templomban. Tényleg ez a Valkói az egyik legmeghittebb református templom itt a környéken. Faragott kőszószék 1722-ből való, a mennyezet kazettái a szószék és a keleti karzatok élénk színezésű illusztrációja későbbiek. Ezeket a híres Umling Lőrinc és fia festették 1778-ban. Különösen szépek a karzat alatti madarakat és virágokat ábrázoló fakazetták. Érdekes a kazettás mennyezete Kárpát-medence szerte szinte azonos formanyelve. Az erdélyi alkotások a baranyai ormánságban, vagy éppen a felső Tiszaháton is lehetnének. A Valkói templom torony a legvaskosabb a kalotaszegi társai közül, és valószínűleg a legmonumentálisabb is. Egyébként Valkó és Kalotaszeg a tatárjárás sem kerülhette el, itt kétszer is jártak a tatárok. Az első évszám az nyilván ismert, tehát a 13. század közepe. A második az érdekesebb, 1661-ben, igen, 1661-ben, ezt már néhány kommentelő erre felhívta a figyelmet az Ócsai templom kapcsán, ahol három évvel később jártak a tatárok, de bizony akkor is voltak, és ennek a tanúsága, ennek a viharos történelmnek a tanúsága ez a kőfal is, a két kapubástyával. A kettős vár felépítését Rákóczi György fejedelem rendelte el, és védelmi célokat szolgáltak a török és tatár betörések ellen. A belső kőkerítés falában elhelyezkedő tatárfej valószínűleg egy keleti szakállas férfi fejet ábrázol, megidézve a tatárdulás idejét. A templom bejáratától jobbra a falba építve található római kori kő egy családot ábrázol. A temetőkertben még fellelhetőek a régi temetkezés nyomai is. A templom felújításakor 50 éve találták meg azt a csontkamrát, ami az említett második tatárdulás alkalmával a templomba menekült és itt pusztult több százak maradványait őrizte. És van toronyóra is magyar Valkón, de nem ingával, hanem már elektromosan működtetik. Egy vonatkozó dokumentum szerint 1839-ben készült, és az óra működtetéséhez évi egy üveg faolajra volt szükség, az igazítást, kenését az iskola akkori tanítója végezte, a kezelését pedig az egyház szolgára bízták, ha nem jutott külön pénz órakezelőre. A karzat kazettáiban vannak a különböző felújításoknak az emlékei, a legutolsó pedig így hangzik, e templom Isten dicsőségére felújítatott 2015 és 2019 között az Európai Unió, a magyar kormány és az adományozók támogatásával. Lelkész pap Ákos, főgondnok Bot M. János. A külső és a belső kőfal között van a temető, ide a falusiakat temették, de ez egyben egy botanikai génbank is, ugyanis minden lelkész konfirmáláskor a konfirmáló gyerekeknek egy-egy nemesített fát ültetett, így aztán van itt minden alma, dió, mogyoró, szilva, például a nagyon kedves fiatal lelkész házaspár a gyerekekkel éppen a szilvát szedte össze, és mögöttem van egy kis ház, egy nyári lak, kerti lak is, és itt vendégeskedett fiatal korában több éven keresztül a költő Jékeli Zoltán, az akkori lelkészeknek a rokona. A Jékeli család később Budapestre költözött, és hogy innen is egy kicsit hazanézzünk, Jékeli Zoltán volt Péterfi Bori, és egy másik író a fiatalabb Gergely nagypapája, és az én kedves magyar tanárnőmnek Jékeli Adrien a papája.